ember élete a másokért való életben teljesedhet ki. És így látom ezt a szolgálatot, és ezt kívánom önnek is, hogy ez a másokért való élet, amelyet felvállalt, ez valóban töltse ki, teljesítse ki az életét, annak nehézségeivel és örömeivel egyaránt. Ezekkel a gondolatokkal adta át a Tolna megyei 3. választókerület új országgyűlési képviselőjének megbízó levelét Szabó Vilmos Béla, a helyi választási bizottság elnöke kedden délután. A Paksi Városháza nagytermében tartott ünnepélyes átadáson Hirt Ferenc elsőként a választóknak mondott köszönetet. Pakson ez az első mandátum, ami nagyon megható, hogy tényleg ilyen szavazott többséggel azt mondták az emberek, hogy hát akkor próbálja meg a Hirt Feri, és ráhúzzuk azt az X-et. Tényleg nagyon meglepő volt, hogy majdnem 10 000 szavazat különbséggel nyertem. Én azért ekkora különbséggel nem gondoltam volna. Ezért is kedves. Azért is nagyon kedves, mert én ilyen számú bűvületében élek mindig, és ugye 3 a magyar igazság, a 3. Orbán kormány alakul, és nekem is a 3. mandátumom. Aztán mondja a közmondás, hogy 3 a magyar igazság, meg 1 a ráadás, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz, de azért is nagyon kedves, mert a 2/3-hoz pont ez egy mandátum is kellett a 133 képviselőhöz, úgyhogy tényleg nagyon megtisztelő, és én mondtam is, hogy a következő 4 évben tudom ezt csak megköszönni és visszaállni az embereknek, tehát nem elég ezt elmondani. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő volt és örülök. Remélem sok munka lesz, én egy ilyen munkamániás vagyok, úgyhogy alig várom, hogy dolgozhassunk. Május 6-án alakul meg az új parlament. A lecsökkent mandátumszám miatt Hirt Ferenc véleménye szerint könnyebb lesz az érdekérvényesítés és nyugodtabb törvénykezést vár. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, az országgyűlés szociális és gazdasági bizottságában szeretne dolgozni, kiemelt figyelmet fordítva az atomerőmű tervezet bővítésével kapcsolatos feladatokra. Elkezdődhet a tervezés, az építkezés, úgyhogy nagyon sok munkánk van, hogy mindenképpen a helyiek, a megyei vállalkozók minél több munkát kaphassanak. Én szerintem a Paksi önkormányzatnak is nagyon sok kérdése van, amit ebben a kampányban nem tudtunk tisztázni, tehát őket is valahogyan közelebb kell majd hozni a kormányzattal, a döntéshozókkal, egyáltalán azokkal, mert azért nagyon sok probléma lesz itt majd az építkezés kapcsán, hát azért fel lesz túrva a fél város meg a környék, úgyhogy én az önkormányzatnak is nagyon sok türelmet meg erőt kívánok majd a következő hetekre, hónapokra meg évekre is, mert szükség lesz rá. A megbízó levél átadását követően Hirt Ferenc újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy nem támogatják Süli János polgármester jelöltségét. Hajdú János polgármester és Bagdi László KDNP elnök múlt heti nyilatkozatára reagálva a körzet országgyűlési képviselője kihangsúlyozta, betartják az eddig szokásos menetrendet, és az uniós választást követően közgyűlésen döntenek hivatalosan a Fidesz polgármester jelöltjéről. Paks, én azt gondolom, hogy többet érdemel, nem kellene belevinni mindenféle csatározásokba, hogy lehetne találni 28 jelöltet is. Nem sok értelme lenne. Egyet kell, akinek mellé kell állni, akit fent is elfogadják, akit az emberek is elfogadnak, aki alkalmas rá, aki fiatal, ambiciózus, és hosszú évekre kell tervezni. És mondom még egyszer, én ezt Kozmán Györgyben látom, és remélem, hogy őt fogják hívni Paks polgármesterének a következő években majd.